2008 óta az ENSZ kezdeményezésére tartják meg világszerte az Autizmus Világnapját. A rendezvény sorozatok célja, hogy különböző akciókkal, előadásokkal, ismeretterjesztéssel ráirányítsák a figyelmet erre a Romániában is sok ezer gyereket és felnőttet érintő, leírhatatlanul sokszínű állapotra. Az Autizmus Világnapja az április 2-a, és kék színben ragyog ilyenkor általában az intézmények jó része. A mi központunk, a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ jelen pillanatban 9 autistát foglalkoztat napi rendszerességgel, és őket is szeretnénk kicsit megmutatni a világnak. Mai napnak ez is az egyik célja, hogy kihozzuk az emberek közé, hogy az emberek lássák, hogy ők is teljes értékű emberek, és Istennek a teljes teremtményei, azokkal a különlegességeikkel, amikkel rendelkeznek. Központunk 26 személyre van engedélyezve, fogyatékkal élők nappali központja, vannak itt autisták, dankórosok és különféle más fogyatékkal élők. Napi 6 órában foglalkoznak a kollégáim velük, és próbáljuk egy kicsit az életüket teljesebbé tenni, a szüleiket felszabadítani, teljes értékű életre nevelni, munkakészségre nevelni, és minden egyéb fontos tevékenység, ami az életben majd hasznos lehet a számukra. Más vagyok, nem kevesebb. Légy türelmes velem. Ne félj tőlem, az autisták is emberek. Ezek a mondatok is szerepeltek a kiosztott szívecskéken, melyeket a fogyatékkal élők készítettek az eseményen résztvevőknek. Sajnos az autizmus napját nem tudtuk a rendes napján megtartani, mert hétvégére esett és nehéz volt összeegyeztetni, és sok volt az elmúlt hetekben a beteg, de nagyon lelkesen vártuk ezt a mai napot, és fontosnak tartottuk azt, hogy kijöjjünk az emberek közé, egy kicsit a sérültek is találkozzanak az épekkel, és az épek is a sérültekkel, ezáltal egy kicsit az érzékenyítést elősegítve. Nem csak az autista sérültjeinkkel érkeztünk, hanem az egész csapattal, mert ők is szerették volna támogatni az autista társaikat, és fordítva. Fontosnak tartottuk, hogy kéket viseljünk, ki ahogy tudott, Jackivel, pólóval, kicsit az időjárás ezt megnehezítette, és szerettük volna ezt a héliumos lufi felengedést nagyon előtérbe helyezni a zenés tánc után, mert ez nagyon megmarad az embereknek, és egy kicsit látványosan felkelti a figyelmet, hogy mi is történik itt. A zenés táncos összeállítást a SuperArt program keretében Kosztáni Ferenc Kinga vezette. Ugye a mai nap ez egy figyelemfelkeltés az autizmusra, és az autizmussal élőkre mondjuk ez nem egy helyes kifejezés, ezt pont egy autista mondta, hogy ők nem autizmussal élnek, mert ha autizmussal élnének, akkor akármikor le tudnának mondani arról, hogy autizmussal éljenek, tehát az autistákra, hogy ők is léteznek, és hogy legyenek elfogadással az emberek, meg hogyha furán viselkedő személyeket látnak, akkor ne gondoljanak rögtön a legrosszabbra, vagy a rosszul neveltségre, mert lehet, hogy éppen az illető autista. Megérteni, elfogadni, segíteni. Ezt az üzenetet adták át a fellépő fogyatékkal élők és autisták az egybegyűlteknek, remélvén, hogy egyre több emberhez eljut a világnapi felhívásuk.